Where are you from? From Greece. From Greece. Are you a Greek man? Yes, I believe. From the home of Aristoteles, for example? Yes, that's the best way in the whole life, in our life. All the way on ground, the soil. That is what we believe in life, everybody. Sziasztok, ez a Magyar Jelen csatornája. Ezen a héten itt vagyunk a Kálvin téren, és az embereket fogjuk arról kérdezgetni, hogy mi a véleményük a magyar labdarúgás, akár a válogatott, akár a Ferencváros napokban mutatott produkciójáról. Gyertek velünk! Örülök neki, sok sikert nekik. Hát meglepő volt, örültem, nem tudok mit mondani, sok sikert. Már mondogattam a barátnőmnek is párszor, hogy én szerintem a Fradi idén megnyeri a BL-t. Én bízom a Fradiban, meg bennük is, szóval. Én örülök neki a magyar válogatott, meg remélem csak így tovább halad, ha már magyarok vagyunk tiszta szívből. Újpesten nem érvényes ez. Már miért nem érvényes Újpesten? Ott nem viszik az újpestiek? Újpesten nem érvényes, mert baseball útóval adnak vissza. Örülök neki, mert nem szeretem, hogy ilyen nagy az utálkozás a focival kapcsolatban itt Magyarországon, főleg azoknál, akik nem feltétlen szeretik ezt a sportot. És jó, hogy meg lehet mutatni, hogy azért mégiscsak van értelme ennek. De annak jobban örülnék, ha több magyar játékos lenne a Fradiban, vagy úgy egyáltalán az NBA-ben, de hát erről meg ez már megint csak akkor az európai szinthez közeledünk, hogy sok lesz a nemzeti játékos. What is your opinion about the Hungarian football recently? Always we have in our life. We have to remember in our life that country to court food is always the best. I say the best thing in our life. Nothing else can. Minek köszönhető mondjuk a belefektetett pénznek, vagy jobb edzői munkának? Talán a szerencsének is, de én azt hiszem, hogy most már ennyi szerencse kell nekünk, nem csak a balsós, meg a bal szerencse. Úgyhogy de hát, hogy mondjam, óvatos reménnyel, de reméljük a legjobbakat, reméljük előre bátran. Nem a pénz. Nulláról kéne kezdeni. Elvenni tőlük mindent, aki már marad, az majd játszik, és majd utána dotálni. Hát Puskáséknak mi volt? Hát én nem tudom. Semmit nem kaptak. Hát annyit kaptak, mint az egyszerű melós. Szerettek játszani. Ezek nem szeretnek játszani. Nézik a pénzt. Jó, hát akkor kimegyünk, aztán megizzad. Még meg sem izzadnak szerintem. Azt építgetni kéne, de hát annyi éve építgetik már, hogy mondjam, mindig reménykedik az ember. Én mindig optimista vagyok, csak az eredményeket várjuk. Viszont azért látszik a fejlődés, hál' Istennek, végre. Minek köszönhető ez a fejlődés, hogyha látszik? Szerintem végre jó, hogy egy hosszabb, húzamosabb ideig ugyanaz az edzője a csapatnak, és ez azért elég fontos, szerintem nagy bajatással van ez a játékosoknak a teljesítményére. De egyébként szerintem függ tőlünk is, szurkolóktól, vagy így magyaroktól, akik kimennek a meccsre esetleg, vagy így drukkolunk nekik egyébként, hogy az ilyen összetartás egyébként, mint ami nem igazán lehet tapasztalni a mai világ. Hogy az ország meg így maga a csapat tényleg összetartson, és csak így tovább. És sikerülhet az Izland elleni csörte? Ha így haladunk tovább, és szerintem meg lehet. Majd Szalajot ki nem állhatom jelenleg a teljesítmény alapján, de mindig azt szokott gólt lőni, akit legjobban szidok meccs alatt, úgyhogy... Majd őt fogom színi, és akkor ő lövi a gólt, ezt meg kell rakni a 10 000-esre.